Mondtuk már egy párszor az adásunk elején, de most eljött az ideje, hogy köszöntsem itt a stúdióban Tarlós István főpolgármestert. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok. Tegnap volt ugye a Gazdasági Bizottság meghallgatásán. Nem akarom felzaklatni önt így érzelmileg, de olvasta a Népszavának azt a cikkét, összefoglalóját így a tegnapi meghallgatás apropóján, hogy ön tulajdonképpen egy az egyben megvédte Demszky Gábort. Hát jó reggelt kívánok a kedves nézőknek is. Érzelmileg legfeljebb a feleségem. Olaf jelentésről van szó, bocsánat, tehát ezt az egy gyorsan hát, talán ezt mindenki sejti. Érzelmileg legfeljebb a családom tud felzaklatni, pozitív értelemben főleg. Ezt nem mondanám, hogy érzelmileg ez a tudósítás megviselt. Nézze, ilyen interpretációban ez ostobaság, nem egészen ez történt. Nem azért, mint hogyha szégyelnék valakit megvédeni, aki méltó rá. Inkább azt mondom, hogy ennek a mérlegnek két serpenyője van, és ami az idézett tudósításban elhangzik, az a serpenyő egyik oldala, a másikról megfeledkeztek, és így felbillen a mérleg. De öntől valószínűleg megkérdezték, nem főpolgármester úr, hogy mit gondol azokról a szerződésekről, amelyek 2015-ben kötöttek, és ebben éreze, vagy látja a felelősségét esetleg Demszky Gábornak? Hát nézze, a következő helyzet. Először is ugye senki nem ment el a Gazdasági Bizottsággal beszélgetni. Mármint, aztán, hogy Demszky Gábor sem ment el, Megyesi Péter sem ment el, Bajnai. Mondjuk úgy, hogy rajtam kívül senki sem, mert így egyszerűbb. Hát éppen itt lett volna az ideje annak, hogy akkor Tarlós István főpolgármester országvilág előtt kiálljon, és azt mondja, hölgyeim és uraim, itt bizony, amit keresnek ez a 160 vagy 165 milliárd forint, ami problémás vagy agályos, ezért mondjuk akár Demszky Gábor felelőssége is felmerülhet. Hát nézze, ha ilyen arányban osztozunk meg a beszélgetések időtartamán a műsoridó végén, akkor elég most keveset, elég keveset fogok elmondani, de amennyiben ezt ilyen rövid idő alatt össze lehet foglalni, régóta mondom, hogy az Olaf jelentésnek a tartalmáról volna érdemes beszélni, mert eddig jobbára csak véleményeket ütköztettek, és nem túl eredeti teóriákat fogalmaztak meg, ami teljesen értelmetlen, ha egyszer egy jelentés tartalma rendelkezésre áll. A fordítási problémák cincálása is viszonylag értelmetlen, mert hát a dátumok, a számok mindent elmondanak, és mivel az, hogy 2006.06.23-a, ezt angol fordításban nem lehet másképpen fordítani, mint magyar fordításban, ugyanazokat a számokat használják, így tulajdonképpen, ha valaki ezeket végignézi, ez mindent elmond. Most már napnál világosabb, amit kezdettől mondunk, és ez mondjuk nagyon igazságtalan lett volna, ha egy ilyen elfuserált projektet kinkeservesen rendbehozunk, akkor most úgy nézzen ki, hogy itt valami összemosást lehet csinálni. Tehát 2010 után egyetlen egy észrevétele volt az Olafnak, ahol meg kellett kerülnünk az ellenőrző mérnök tekintetében egy közbeszerzési eljárást, majd ha több időnk lesz, esetleg részletesen kifejtjük. Miért maga az Olaf azt írja, hogy itt szó nincs bűncselekmény gyanújáról, hanem egy sokkal komolyabb, súlyos szabálytalanságot, összeférhetetlenséget nem lehetett, nem tudtunk másképpen megszüntetni. Az összes többi észrevétel 2010 előtti időszakra vonatkozik, sőt azok a brutális észrevételek, amik a visszafizetési lehetőségek rémét felvetik, azok lényegében, döntő többségében 2006-os választások előtt még. Hát ha valakit megvédtem, az inkább a egyébként általam nem különösebben csodált horvát képviselő volt az MSZP-ből, mert ő valóban 2006 előtt éppen úgy nem volt ott a fővárosban, ahogy én sem. Tehát az ő személye az viszonylag intakt kell, hogy legyen ezekben az ügyekben, logikai alapon, ha logika még valamit számít ebbe az országba. Demszky Gábort abból a szempontból védtem meg, hogy elmondtam, én egyébként egyáltalán nem beszéltem nevekről, hogyha megfigyelték, megszólították, megnevezték a korábbi főpolgármestert, és én erre a következőket mondtam, és így is gondolom. Igen. Demszky Gábor ugyan össze-vissza beszél most, saját magával is ellentmondásba kerül,
vagdalkozik, már-már hisztériázik, olyan kijelentéseket tesz, amik értelmezhetetlenek, hogy mondjuk egy főpolgármesternek még politikai felelőssége sincs abban, ami a vezetése alatt történt. Továbbá az ő idejében valóban veszélyesen rossz vagy kedvezőtlen szerződéseket kötöttek, ez mindig az, még odáig is elmentem, hogy ezek alapján az én megítélésem szerint, és úgy vettem észre, hogy ez nem elszigetelt vélemény, korábbi főpolgármester úr biztos sok minden pozíciója jó lett volna, speciál az derült ki itt a nagy szürke állományból, hogy főpolgármesternek kevésbé. Ezt én őszintén elmondtam. Megértettem, most félve szólalok meg, még mielőtt meg én letanom fel, hogy nem az időben. Ilyeneket. Jó, jó. De hogy akkor ezek szerint ön, csak leegyszerűsítve, azt mondja, hogy Demszky Gábor szakmailag kifogásolható, ugye? Tehát ez szakmailag lenne felelősségre vonható, politikailag, erkölcsileg, gazdaságilag nem? Nézze, én azt mondtam, hogy ezt nem tudom. A magamnak van egy több évtizedes tapasztalata arról, hogy többé-kevésbé... De akkor ki a felelős? Ne várjon, hát hadd mondjam el, mert ez a lényeg. És akkor rövidítsük le a beszélgetésnek ezt a szakaszát, mert különben nagyon hosszúra fog nyúlni. Ha annyira belemegyünk a részletekbe, akkor olyan sok mindent kéne ahhoz érinteni, hogy rávilágítsunk az egészre, hogy az bonyolult lenne. De én kezdettől fogva azt mondom, ezek nagyon rossz szerződések, káros szerződések, kedvezőtlen szerződések, ezt nálam jobban senki nem tudja, mert nekem kellett kikalapálni, amennyire lehet. De két dologgal óvatosnak kell lennünk. Az egyik, hogy jogi értelemben kit nevezünk megfelelősnek. És én ebben védtem meg Demszkyt, egyelőre őróla azt, hogy bármilyen bűncselekményt elkövetett volna, senki arra illetékes nem mondta ki. Ezért ilyet prejudikálni nem lehet, és nem is szabad. Ez a nyomozóhatóságok dolga, nem hogy Demszky Gábor esetében, hanem generálisan. Tehát itt én nagyon óvatosan bánnék a nevekkel, és én azt mondtam, hogy ilyet egyelőre senki nem mondjon Demszkyről, mert ez nem lehet ebben az értelemben megalapozott. A másik, amivel óvatosan kell bánnunk, azok a számok. Egyébként a volt főpolgármester úr is hibázott ebben, mások is. Itt össze-vissza hangzottak el hibás, téves, pontatlan számok az ügyben. Emlékezzék vissza, én szóltam előre, amit figyelmeztetőleg mondtam, hogy az a bizonyos nagy visszafizethető szám, az kevesebb, és körülbelül csak 59 milliárdra van lehetőség, ugye annyi is lett. Össze-vissza dobálóztak azzal, hogy mennyibe került a metró végül. Hát kiderült, hogy abba is nekem lett igazam, mert nem 452 milliárdba került, hanem csak 406 milliárdba. Az se kevés, de azért 50 milliárd ide vagy oda, nem mindegy. Összességében. Hogy 2011. januárban hol tartottak a kötelezettségvállalásoknál, ott is elhangzott ez a 373 milliárd. Ez is egy pontatlan, és ma már azt kell mondjuk, hogy a rossz szám, ami csak formálisan volt igaz, tartalmában nem. És sok ilyen számot mondhatnék. Azért kell vigyáznunk a számokkal, mert függetlenül attól, hogy ezek tényleg rossz szerződések, nagyon kedvezőtlen, és különösen Alstom ügyben, hát az angol vonalat is ide számítva nem tudni, mi történt, de arra törekedni kell az államnak is, és a városvezetésnek is, hogy lehetőleg minél több kárt mentsünk, minél több pénzt visszaszerezzünk szerintem az országnak és a városnak, igen, igaz? De egyébként valószínűleg az emberek többsége erre vágyik, vagy ezt szeretné elérni, hogyha valamilyen eredményre azért bukkanna, hogyha más nem, akkor mondjuk a nyomozóhatóság. Vészesen fogy az időnk, csak nézem itt, vagy látom én az órát, ön nem látja. Beszéljünk egy kicsit most az olimpiával kapcsolatos fejlesztésekről, illetve a fejlesztések átcsoportosításáról. Valós veszélynek érzi azt, amit Lázár János mondott, hogy akkor tulajdonképpen ezt az 1000 milliárd forint körüli összeget akkor nem a főváros fogja megkapni, hanem menjen vidékre, mert ott kell fejleszteni, és a fővárosi tulajdonképpen hát pofára esik. Nem, szerkesztő úr, ez így nem igaz. Egyrészt a miniszter úr is értelmezte később a mondatát. Lehet, hogy nem fogalmazott pontosan a hát Lázár szóvívő... János azért pontosan szokott fogalmazni. Hát azért az a válasz talán nem érhet engem, hogy feltűnő hevességgel védem okalok nélkül Lázár János miniszter urat, kedves barátomat, de
De hát, itt, hogyha kedves itt barátja, persze, hogy ne fogja ostorozni. De hát éppen arra utaltam, hogy szoktunk mi egymásnak beszólni, és hát van köztünk egy olyan, hogy is mondjam, eredendő különbség, hogy ő inkább vidékpárti, én inkább budapestpárti vagyok, ami persze nem bűn se az ő részéről, se az én részemről. Na mindegy, tehát a szóvívő már aznap délután ugye cáfolta ebben az interpretációban ezt a kijelentést. Tehát akkor az ezer milliárd marad itt Budapesten? Ez úgy értelmezhető, szerkesztő úr, hogy nyilván bizonyos kifejezetten sport célú és az olimpia rendezését direkt módon szolgáló beruházások éppen elmaradhatnak, de nem a teljes beruházási kontingens. Erről szó nincsen, amikre azt mondta a kormány, és magam is úgy gondolom, és általában a főváros köztestülete, hogy az olimpiától is függetlenül is megvalósítandó beruházások, azok természetesen nem maradnak el, és ért nem is mondott senki. És akkor tulajdonképpen, lehet, hogy én emlékszem rosszul, de én meg pont arra emlékszem, mintha az ilyen sportcélú beruházásoknak egy jelentős része meg pont, hogy meg fog valósulni. De most Jó, szóval ez az újságíróknak persze zicser, most megint ki fogunk kötni a stadionépítéseknél. Nem hát egészen, ez sport. Nem, jó, persze sport. Hát, ugye a sport az köthető. A nőgyógyászi orvos, meg az agysebész is orvos, hát most ezen az alapon itt sok mindennel össze lehet keverni. Még egyszer mondom, én kifejezetten az olimpia céljait direkt módon szolgáló sportlétesítményekről és annak az infrastruktúráról beszélek, akik pedig kommentálják Lázár miniszter kijelentését, azok általában a budapesti beruházások összességére igyekeznek célozgatni, ez a kettő nem fedi át egymást. Mi az, ami például menthető ezekből a jellegű beruházásokból ön szerint? Hát nézze, erre ma egy tételes, pontos listaszerű választ én se tudok adni önnek, a kormánnyal nyilván tárgyalásban vagyunk. Én azt tudom mondani, hogy jelenleg a 2014 és 20 közti uniós támogatások listáiból az eddig ott szerepelő projektek közül egyetlen egyet se húzta ki. Kivel tárgyal? Már hogy a kormány részéről említett. Hát részben Sesták miniszter úrral, részben Varga miniszter úrral, és ha szükséges, hát végül is szükséges szokott lenni, legvégső soron legalább egy rövid megbeszélés van a miniszterelnökkel is. Tekintettel arra, hogy azért alapvetően mégiscsak döntő jelentősége van az ő véleményének és álláspontjának. Szintén a mai újságokban lehetett, ez már lehet egyébként az utolsó kérdésem, a 3-as metró felújításának lehetséges várható időpontja, ez egy nagyon-nagyon feltételes, hogy ez a június, amit ön is említett? Hogy akkor hát elkezdődhet? Ugye a demokratikus koalíció különleges tehetségű visszatérő képviselőjének mindig vannak olyan sajtótájékoztatói. Hát olyan sokan nincsenek, ketten vannak a közgyűlésben, nem Hajdú László polgármester úrról van szó. Mindig vannak ilyen megértési problémák a hölgy részéről. Egy én Németh Erzsébetről van szó akkor. Igen, a korábbi szocialista frakció vezetőről beszélek, nem szeretek rá reagálni, de ha naponta tart sajtóértekezletet, akkor abból előbb-utóbb kommunikációs zavarok keletkeznek. Tehát itt szó nincs arról, hogy a 3-as metró felújításának beruházását a kormány megtámadta volna. Egy jogszabályi változás miatt egy hónapot csúszik a dolog mindösszesen, hiszen valóban a tendereken módosítani kellett ennek következtében. Nyáron, valószínűleg július folyamán ez a fejlesztés megindul. Én örülök, hogy pont azok aggódnak a leginkább, akik mondjuk 20 évig egy szalmaszálat nem tettek ezért a projekté keresztbe. Hát mindig lesznek ilyenek. Főpolgármester úr, annyi kérdés maradt ugye itt a papíron fejben, hogy valamikor, hogyha lesz hozzá kedve vagy ideje, jöjjön vissza. Ahányszor hívtak az ATV-be, én még mindig jöttem. Na, szaván fogjuk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Jó.